Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit, szívből hálás vagyok a tilabe bevezetőért. És mindenki boldogan dőlhet hátra, hogy annyi tudásunk van már, amennyi kell, és csak cselekszünk és gyakorlunk, és ez a Föld egy jobb hely lesz, meg mi is jobbak leszünk. Ez lehetséges, hogy megvalósul hogyha magunkat nézzük, mint kisebb csoportot, vagy családot, egyént, akkor nagyobb az esélyünk. Viszont mi emberiség, közel 8 milliárd fő, fájdalmasan össze vagyunk kötve, olyan hálózatok, eszközök és kényszerek által, amelyek egy kicsikét azt mondatják, hogy kevés az időnk. 2000 évvel ezelőtt 150 millió ember élt a Földön. 2500 évvel ezelőtt 70-80 millió. Nagyon lassan változott az emberiség karmája. És valahogy a 19. század végén elkezdtek begyorsulni a folyamatok, és a 20. században pedig turbóra kapcsolt, és a 21. század első negyedében már nem is látjuk, hogy a változás milyen gyors. Szungszánszúnyimnak 1992-ben volt egy olyan darmabeszéde, ahol szerencsére személyesen jelen lehettem, és a következő hasonlatot mondta erre. Amíg kétféle világrendszer volt, a kommunista és a kapitalista, addig a Föld egy olyan almára hasonlított, amelynek az egyik fele zöld, és a másik fele piros. Lassan érik, érik, de aztán, ahogy a világrend egységesül, és a kétarcúság nagy részt megszűnik, az alma körbe bepirul, és már csak egyetlen egy illata van, a materiális szükség és függés. Ez nem csak a pénzcentrikusság, vagy a hatalomcentrikusság, hanem az, hogy az emberiség már nem gondolkodik ideológiákban és vallásokban, mint az életének meghatározó vonalai. Csak abban gondolkodik, hogy mit akar. Már abban sem, hogy ki ő. És ahogy ez az akarat egyre inkább egymásnak feszül, megjelennek az almán ilyen kis fekete pontok, olyan rothadások, amelyek a feloldhatatlan helyi konfliktusok zónái, a több évtizedes háború által sújtott területek, utána azok, ahol nincs elég víz, nincs elég ennivaló. És ez így is marad évtizedekig. Ezek a rothadások átjárják az almát. És egyszer csak a szár leszakad, és az alma leesik a földre. Kiömlik a hús, összetörik a héj, de ekkora magva kérettek. Hát a darma beszédének ekkor vége volt, és nagyon sok mindent gondolhattunk azóta, csak azt nem, hogy ez nem így van. Mindannyian erre az almára születtünk. Ahogy Sákjamuni Budhát látod, a meditatív tartásban az egyik, hogy a földet hívom, tanul, ezért van a jobb keze a térde. Csak a tart valamit, azt mondják, hogy alamizsnás szilke vagy valami egyéb tárgy, de elég, ha itt van a tantján előtt. És ez az a központ, amiben a világod van. Ez a mikrokozmoszodnak a középpontja. Mi van ott? Mert odakint egyre kevésbé találsz követhető támpontot. Olyasféle segítséget, támogatást, amelyben százszázalékig bízhatsz. Ezért van jelentőség a felébredés útját járóknak. Miért? Mert mindannyian erre az almára születtünk. És valójában három helyet foglalhatsz el. A gyorsan pusztuló héj, a legfelszínesebb élet, amely nagyon kérész életű és az érzékszervi sík szélsebes változásához köti magát. a rothadó hús az a fajta állapot, amely nem keres Semmilyen meghaladó bölcsességet. És éppen ezért nem talál mást, mint az érzékszervekhez kötött élet átlagos, megjósolható, és valahol egy kiúttalan valóságát. Azért kiúttalan, mert ez a fajta élet nem tud mást, mint megszületni, felnőni, táplálkozni, és meghalni. Nincs meghaladó bölcsessége nincs transzcendens dimenziója. Nem lát rá az élet és halál körforgására, és így meg sem haladja azt. A harmadik pedig az a mag, a legmélyebb, ahová nagyon nehéz eljutni, mert meg kell szűnnöd a héjazaton lenni, és át kell rágnod magad a rothadó hús rétegein. Látnod és tapasztalnod kell nagyon sokat. És nem megelégedni azzal, amit éppen tapasztalsz, hanem tovább menni. És akkor ebbe a magba igazi teremtő mi voltunkba visszajutunk, mert ebből lesz az új almafa, ebből lesz az új gyümölcs. A zen tehát amennyire tapasztalati alapú, pontosan annyira lemegy a gyökerekig, az eredetig. Nem azt mondja, hogy a piacon hol van a legjobb alma, hanem, hogy igen, ebbe a kertbe ültesd el. Itt lesz a magból csemete, és a csemetéből fa, a fából pedig gyümölcs. Tehát mindannyian ezen az almán vagyunk. A te döntésed az, hogy melyik részét foglalod el, de azt nem mondhatod, hogy nem vagy rajta, és nem kellene döntened. És éppen ezért az útonjárás, a felébredés felé való haladás, az ilyenkor akármilyen hagyományt választasz, az egyetlen opció. Valamit kezdj magaddal, mert ez így csak... Időpazarlás. Kinek van kérdése? Köszönöm. Hónapokkal ezelőtt, mikor elkezdtem zen gyakorolni, még ö, csordult ki a könnyem a meditáció alatt sokszor, amit láttam. Azóta egy kicsit már a tantiememet erősítettem meditáció alatt, nem nagyon tapasztalom, viszont a legújabb az, hogy éneklés közben. És ott ugye nincs a tantiem előtt a mahamudra, vagy Habcsangban, vagy ha még kell néznem a szöveget, akkor ugye az énekes könyv, és ma is, és tegnap is a déli szertartásnál nem bírtam küzdeni, vagy elfolytani, és a kérdésem az, hogy... Ne is folytsd Hogy akkor ez most elfolytás, vagy... Tehát, hogy nem, nem értem. Érzelmek tisztulásának a természetes folyamata, ez ülő meditációban is előfordulhat, de énekléskor egy bizonyos idő után, egy bizonyos gyakorlati intenzitással szükségszerű. Tehát a mantra olyan mélyre megy, és oly mértékben a tudattalamban elkezdi az arhetipusokat rendbeszedni, értelmi, érzelmi karmát tisztítani, mikor melyik réteg van éppen soron. Én is emlékszem a kezdeti évekre, mindenféle látható ok nélkül hogy csak elkezd az ember könnyebb peregni, és olyan jól esik, hogy hihetetlen. És közben énekelsz, és mások is énekelnek, először aggódsz, hogy úristen észreveszik, most akkor én most rosszabb vagyok, vagy mi történik velem. Ember vagy, jó hírem van. És tisztuló ember, aki a, az önképektől, ahogy tisztul meg, úgy ezek a mini katarzisok viszik a nagy katarzis felé. Amit nyugaton katarzisnak hívunk, az kint az éntelenedés, vagy az önképek feloszlatása, és így az önvaló tapasztalása. Szungszánszúnyi ma nagy együttérzés Dárani száz napig történő recitálásával ért el a felébredést. Kicsit intenzívebben, de azt nem engedte a tanítványainak, amit ő csinált. A hétköznapi meg az övé között úgy félúton azt engedte. Úgyhogy a mantra az három dolgot csinál. Az egyik, hogy védi a tudatot a saját és mások reaktív hatása, ártó hatása elől ahogy hallottad a bevezetőben, a nemártás az egy nagyon fontos fogalom. Néha a saját, néha a mások karmája elől kell megvédenünk a tudatunk épségét. A másik a jel és a zaj megkülönböztetése. És itt van egy olyan folyamat, amikor a sok-sok zajtól az ember megtisztul, és a jelt látja, és ez nem mindig kellemes, de amennyire szeretet, orientált, boldogságkereső lények vagyunk, pontosan annyira nem tűrjük egy idő után az illúziók meglétét az igazság helyett. Az igazságban menedéket lehet venni, abban lehet bízni, az illúziókban nem. És ez az, ami akkor is az igazság keresésére sarkal minket, hogyha fáj. És amikor a mantrának a harmadik hatása jön, egy belső spirituális hierarchia kialakulása, akkor lesz meg az a szellemi autonómia, az a belső rend a mikrokozmoszban, amely tükörképe a külső rendnek, csak eddig lehet, hogy nem vettük észre. Tehát a mantra tisztító hatását nem lehet alábecsülni. Ezért is használjuk minden nap. Egyéb kérdés? Röviden azt szeretném kérdezni, hogy az érzelmek szerepéről a zenben, például egy koan megfejtésnél az intuíciót, hogyan tudom megélni, tehát a, gondolkodásomat leállítani, hogy ne elmével oldjam meg. Gyakorlom a tiszta tudatot, a tiszta tudat elérését, de mégis, tehát hogy milyen érzelmek szükségesek ehhez. Fogalmam si. <síns> <gél> Akkor ez nagyon <gél> <vagyunk. gél> jó. el egy váltófutást. Négy atléta, Négyszer száz méter. Egy stafétabot. Először elindul az értelmi intelligencia, és rohan egész addig, ameddig gondolattal meg tudja oldani, és ezért megoldható a a kezdeti kohanok. Csak odafelé tűnik úgy, hogy nem. Aztán visszafelé a látott nagyon-nagyon könnyűek voltak. Aztán jön az érzelmi, amikor már tényleg az érzelmeidet kezdjen megmozgatni, és akkor átadja a második atlétának a stafétabotot. Aztán jön a harmadik, amikor már csak tenni kell, ez a just do it atléta. A csak tedd. És a negyedik pedig az a teljes nem tudom. Tehát a nem cselekvés, nem érzelem, nem gondolat, ez a hatalmas kérdőjel, és ez visz be a célba. Ha tudható lenne, már rég leírtuk volna, Attila elolvasta, aláhúzta, kiegyzetelte volna, és akkor nem szenvednénk itt évszázadokat, hogy ne függjünk az írásoktól, tudattól, tudatig adjuk át, és egyebek. Én elolvasnám a jegyzeteit. Én soha egy darab aláhúzást eddig könyvekben nem tettem, és azért, mert soha nem mentem vissza az elejére, mert ezt nekem a könyvek ilyen szent tehenek, tehát nem lehet hozzájuk nyúlni az olvasáson kívül, és én semmilyen jegyzetet egy darab könyvben nem csináltam. Ez egy ilyen érdekes pecsípődése a írásoknak, és a töredékét olvashattam annak, amit ő. Ami a listát elmondott, szerintem nekem életem végig dolgom lesz, lehet, hogy utána is. Nagyon komoly. De mégis itt ülünk egy teremben és gyúrjuk azt, ami nem szavakba fogható. Ami tényleg a negyedik atléta. A hatalmas kérdőjel, a nem tudhatónak az a tapasztalata, amely önvalunk közvetlen megnyilatkozása. Tehát erre soha nem lehet nevet formát akasztani. Nem csak azért, mert, ahogy azt olvashatod egyik szent könyvünkben, ne legyenek idegen isteneid igazi önvalód előtt, ugye? Hanem azért, mert a tapasztalat olyan erős, hogyha helyesen gyakorolsz, hogy ő mindent lehánt róla, mindent. Egy darab hamis azonosulás nem maradhat és akkor végre kiveszed a szakácskönyvet a sütőből, megszűnsz a térképen mászkálni, megszűnsz mások szavait százszázalékosan alapul venni, hogy ők kicsodák, stb. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. A mantra praxissal kapcsolatban szeretnék kérdezni. A Szív mantrát én úgy recitálom, hogy egyből a szívtérből, hogy maradhat ez így, vagy egyszerűen a szívtérből? Az milyen a szívtér? Nem a tantien fókusz. Nem a, a tantien fókusz. Nem. Igen. És ez milyen neked, amikor a szívtérből jön? Nem tudom, megnyílik a szív. Az egyébként is megnyílik. Mindaddig, amíg állt, az érzemeid nem csordulnak túl, addig nyugodtan legyen itt a fókuszod, de hogyha egy picit is úgy érzed, hogy túlterhelődik a szíved, akkor tessék Tanti levinni a fókuszt, és akkor mentessül a sok-sok energiától a szívcsakra. Van ott elég forgalomám. Nem kell külön koncentrálni rá. Jó? Ja, köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Két napja. A, mi a dolgom? Kérdéssel dolgozom meditációban, hogy egy otthoni család élethelyzetre megtaláljam a helyes megoldást, és nem meditáció alatt, hanem déli szertartás után kimegyek sétálni, megyek a kettes júrta felé, és ott van egy pont a zöld fűben, és ott jött. Tegnap is, és ma is. Azt mutasd meg, az engem is érdekel. Én hidd, de, hogy nem járok a kettes júrta fele annyit, amennyit te. Tehát, hogy az intuíció az így is, nem kell azt várni, hogy mindig majd meditáció közben jön a válasz, hanem igazából pont amikor nem akarod annyira, hát hogy... pont amikor, hát annyi ilyen történet van, csak mesterekből zenmesterekből tucatnyi, akik éppen hallották a kavicsnak a bambuszúthoz való koccanását, és elérték a megvilágosást, vagy a kabóca hangját. Miért? Mert már csak annyi kellett ahhoz, hogy az én réteget, ami már nagyon el volt vékonyítva, a leggyengébb ponton így átdöfje. És akkor meg volt az egyévállásnak a tapasztalata, amely lehet nagyon radikális, hirtelen utak, lehet fokozatos, amikor csak áttűnés van, kimondja egy szamádi, és már érzékszervileg meg is szűnt. Akinek karmikus problémája van, és nem tudja, hogy mi a dolga, járjon a kettes gyurta felé. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? A, mi a dolgomról jutott eszembe ez a kérdés, párkapcsolati, hogy beszéltünk korábban arról, hogy a férfi dolga, hogy vezessen. Mi a nő dolga, és mi nem dolga a nőnek? A nőnek is ez a dolga, hogy vezessen. Közben úgy tűnik, mintha őt vezetnék. A férfi azt hiszi, hogy ő vezet, valójában a nőnek a visszacsatolására alapozza az egészet, vagy majdnem az egészet ha tényleg jól csinálja. Tehát a férfi első helyről vezet, a nő második helyről vezet. Ez egy művészet. De azért, mert így alakultunk ki, így inkarnálódunk ezen a földön, férfinak és nőnek megvan a maga specifikus dolga a párkapcsolatban és a családban. Ezek nincsenek kodifikálva, de nagyon-nagyon rendezhetők és látható kultúrákon átívelve, korszakokon átívelve, hogy kinek a dolga mondjuk az otthon megteremtése, és kinek a dolga az otthon perendezése. Kinek a dolga mondjuk a mentális perérzékszervi fölötti lét, és kinek a dolga az érzékszervhez kötött lét. Ezek nem rangsorolhatóak, de feloszthatóak, sőt, felosztandóak. És hogyha jól csináljuk, akkor egy olyan természetes munka megosztás alakul ki a kapcsolatokban, ahol mindenki teszi a dolgát anélkül, hogy állandóan mutogatni kéne arra, hogy mi a dolga. Vagy kényszernek érezni. Úgyhogy ez a kérdés nagyon jó kérdés, hogy mi a dolgom. Mert ez automatikusan elkezdi sugározni a másik felé, hogy neki mi a dolga. És előbb-utóbb csak rájön. Köszönöm szépen. Szívesen. Tavaly nagyjából ebben az időpontban mondtad, hogy a világ is egy kényszerű elvonulás ö, vett részt a, a járvány miatt. És ö, most nem akarom elkiabálni, de úgy néz ki, hogy ki fognak, ki fognak lépni az emberek az elzártságból, és már kiléptek. És én úgy, úgy érzem, hogy, hogy ez nem könnyű és hogy hogyan tudunk segíteni, hogy feldolgozni ezt az egészet, ami az elmúlt időben lejátszódott. Ezen nincs mit feldolgozni. Tenni kell a dolgunkat úgy, hogy közben a másik útját is segítjük, főleg úgy, hogy engedjük, hogy a másik ráleljen arra, hogy mi az útja. Azzal, hogy te határozott, világos életvezetést követsz, azzal már segítesz másokon. A zen, vagy a zen szellemiség, az nem egy ilyen megmondó irányzat, hogy akkor most én látom a te utadat, azt ad, kövessed. Jó? Tehát ez nem ilyen. Ez egy felnőtt műfaj, és a felismerésben segít. Azt tudod tenni, hogy akik közel állnak hozzád, és bizalmi a kapcsolat, ha úgy látod, hogy végzeteset hibáznak, vagy készülnek hibázni, akkor szólsz, hogy biztos? Tényleg ezt akarod? De egy korábbi kérdést is ide idézve, az emberiség lényegileg nem változott meg a pandémia hatására. Sokkal keményebb katasztrófák hatására sem változtunk meg, mert annyira makacs paraziták vagyunk ezen a Földön. Ha ez így megy tovább, akármennyire is a lassú tűzön fővő békához hasonlítunk, hogy most eddig másfél év, aztán lehet, hogy több, aztán lehet, hogy még több, nem tudjuk. Mennyi szenvedés kell ahhoz, hogy valójában változzunk. Mert eddig, eddig ilyen mélységes paradigmaváltás, amire nagyon sokan gondoltak, meg remélték, az nem következett be. És én kívánom azt, hogy ne a szenvedés, hanem inkább a belátás által következzen, mert csak úgy tűnik, hogy ezen a bolygón a Homo sapiens esetében tragikus összefüggés van a kettő közt hogy szenvedés nélkül nincs belátás és nincs felébredés. Úgyhogy nem betegnek kell lenni, hanem egészségesnek maradni. Egyéb kérdés. Kezdő zengyakorlóként a tegnapi nap folyamán azzal szembesültem a Koan interjú alatt, hogy elszalasztottam egy nagyon nagy lehetőséget. Ugyanis megkaptam azt a lehetőséget, hogy kérdezhettem volna, egy kérdést, de nem tettem, helyette azt mondtam, hogy a félelmeim gátolnak. Van-e arra a gyakorlat, mantra, vagy bármilyen gyakorlat, ami tudja ezt a fajta félelmet feloldani, vagy gátat feloldani, hogy lenne kérdésem, de talán attól, hogy a ráadandó választól félek, vagy annak a súlyától, hogy ezt feloldani magamban. Van. Ezt a praxist úgy hívják, hogy egy következő kohan Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Az előbb említetted, hogy szenvedés nélkül nincs belátás. Ezt tudnád jobban magyarázni, légy szíves? Mondd meg nekem, milyen nagy veszteség ért téged az életben? Nekem a anyukám halt meg, amikor 11 éves voltam. Mélységesen együtt érzek. Ez milyen belátással járt? Sok fájdalom, szenvedés. Igen. És mi volt ennek az oka? Ez egy jó kérdés. Mondjuk lehet karma, lehet rák, rákban halt meg. A te szenvedésedről beszélünk. Az én szenvedésem. Pontosan. Itt nincs nagy rejtély. Tehát a lélektől lélekig való szeretet kapcsolat, amire a legnagyobb igényünk van, és a legsérülékenyebb, amikor ez szakad, főleg ilyen fiatalkorban, akkor üvöltünk a fájdalomtól a félvilágunk meghalt. Tehát akkor látod azt, hogy mennyire egymásra vagyunk utalva, mennyire sérülékeny az élet, mennyire fontos a szeretet kapcsolat, és ez már ebből a szenvedésből való belátás. Ha más nem, akkor a négy nemes igazságot nézd meg, és abból kiderül, hogy ha van szenvedés, mint tény, annak biztos, hogy van oka, megszüntetése és a megszüntetésnek van útja. Ezt lehet hogyha helyesen állsz hozzá, minden szenvedésből valamilyen belátás születik. Ha rosszul állsz hozzá, akkor a belátás helyett folyamatos szenvedés van. Köszönöm. Koan könyvben, kommentárban is lehet olvasni, hogy kérdezd meg egy fenyőfát, és te is szoktad említeni, kérdezd meg egy fát. És én elmentem, megkérdeztem valamiről egy fát, és semmi nem volt, kb. mint amikor botütés van. Nem semmi, vagyis a hogy... fa volt előtte. Hát igen. Az nagyon más. Ott volt a fa, és nem hallottál tőle emberi szóval választ. Lehet, hogy fa nyelven beszélt. Te tudsz fául? Mert ő biztos nem tud emberül. Képzeld el, ha a fák tudnának emberül, és ugye elmondanák, hogy az elmúlt pár ezer évben mit csináltunk velük. A fa nem tud emberül, te nem tudsz fául. Itt kezdődik az zen. Köszönöm. Egyébként én is beszéltem vele. Azért mondom. Gondolom. Hogy... Jó. Még a kidóval kapcsolatban szeretnék kérdezni. Egy darma beszédetben a Youtube-on hallottam, hogy külső negatív hatás ellen remek, és vigyázzunk, mert hogyha mi vagyunk, az a negatív hatás az életünkben, minket is eltakarít erről egy picit többet Hát ez a védőistenség kídó, ne, hogy általánosan minden éneklő gyakorlatra ezt hidd, mert akkor annyira megijedsz, hogy szádat nem mered kinyitni. Tehát ez nem vonatkozik az együttérzés kídóra, az egyéb éneklése csak a fa vagy védőistenség kídóra, ugyanis ott az van, hogy te védelmet kérsz egy bizonyos karma ártó hatása elől. Legyen az külvilág, vagy ha rosszul csinálod, belvilág. Itt ebben az esetben, aki önsorszontó tendenciákkal bír, az nagyon hamar rálát erre, mert kiteszi a térbe, és onnan kapja vissza. Tehát, hogy ne átsunk magunknak, az itt a négyzeten. De másoknak se. Nagyon gyorsan visszajön hozzánk. Tehát a védőistenség az teszi a dolgát, mert te énekelsz, és hitet és energiát teszel bele, és a tudatodnak, a nagy tudatnak az a rétege megerősödik. Megerősödik, elkezd jól működni együttérzés mantrát kidózol, énekelsz hangosan, az fog megerősödni. Ahová teszed a fókuszt, a figyelmet, a jelenlétet, az a karma fog megerősödni. Gyermekek azon nyomban visszaigazolják. Nem adsz nekik figyelmet? Nincs jelenlét? Azt érzi, hogy nem szereted. Tízből tíz. Nézzek, hogy miért van ez. De jelenlét, figyelem, szeretet összefüggése. Felnőttként ezt néha elfelejtjük el. Nem magyarázható, nem alkutárgya. gyereknek nem tudod megmagyarázni. Vagy ott vagy, vagy nem. Kész. 92-ben, amikor ez a darma beszéd, amit az előbb mondtam, elhangzott, akkor ugye az akkori magyar szanga öt tagja kín volt, hát elindult a Petőfi Rádió kívánság műsora egy kis panasznappal, hogy hát nehéz, hogy nincs gyakorló hely, hogy kevesen vagyunk. Ilyen szép nyugodtan, de nem az angol száz szellemében elmondtuk a problémákat. És az öreg földön túli mosolya kiosztott 100 dollárt, 100 akkori 30 évvel ezelőtti dollárt mindenkinek egy borítékban. Ez egy ajándék, mert messziről jöttetek, és nagyon köszönjük, hogy ennyi energiát tettetek bele. És az összes többi nehézségre száznapos Wahom Sonjun tessék szíves énekelni, de ne hibázz. És ez a tudatosan elkövetett hibától való mentesülést mondja az, hogyha te Véletlenül vagy passzívan hibázol, az mindenkinek benne vannak az életében. De ha te tudod, már tudod, mielőtt megmozdultál vagy megszólaltál volna, hogy ez hívás, akkor ne, azt ne. Mert ott van az az önsorsrontás, vagy más sorsrontás, amit az egész visszacsap rád. Volt idő azóta látni, hogy ez hogy működik, és nem ismételném el az akkoriakat, ha nem működne. Brutális. Tehát az ok és okozat törvénye tűpontos. De vagy észreveszed, vagy nem. Ha észreveszed, tudsz vele együtt élni, bele tudsz simulni, tudod használni, ha nem, akkor állandóan újra és újra megtalálod az utat. Miért? Mert az az, amit az orroddal szántasz. Állandóan buksz. Na, ott van az út, mert az orroddal így szántod. Ott. Nem mindegy. Ez döbbenet ez a Történet, Amit most elmondtál, emlékszem erre, uh, igen, ezt elfelejtettem, amikor kérdeztem. Még annyit szeretnék hozzátenni a gyerek jelenlét figyelem szeretethez, hogy a, az egyik mi a dolgom kérdésre. Ez volt a válasz, ami jött. Vonulj el a telefonottól, ugyanúgy, mint itt most az elvonuláson, egy hónapig, minden hétvégén, csak a családod ér. Telefon kikapcs ilyen feladat jött. Tehát, hogy ezt van megcsinálni. Ez valami vagy, jó helyről jött hogy, szerintem. Hogy mit, mit, okoz ez a családomban, a függés, egyebek, hogy anya egy hónapig minden hétvégé leteszi a telefont, úgyhogy én nagyon működik. Köszönöm. Nagyon szívesen. Az mit jelent, hogy ö, ártunk saját magunknak, illetve hogyan veszem észre? Hány éves vagy? 28. És ezt még nem tudod? Milyen világba értél te eddig? De már tudtál még soha magadnak? Egy rossz döntéssel, egy helytelen szóval. De az nem tudatos volt. Utána rájöttem, hogy hups. Bizony, ilyen inkarnáció is van. Következő kérdés. Ugye ja, azt mondjuk, hogy a, a, bódiszat, a bódiszatvának az a dolga, hogy a lényeket megszabadítsa a szenvedéstől, vagyis hogy a szamszerából kiszabadítsa a lényeket, illetve végső soron ugye mi magunk is szeretnénk szabadulni ebből. De, de mi van akkor, hogyha ez megtörténik? Tehát, hogyha minden lény kiszabadul a szenvedésből, akkor mi lesz? Akkor, Először akkor nem szabaduljunk semmi, ki, nem? akkor iszunk egy alkoholmentes sört, és megbeszéljük egyelőre olyan messze vagyunk tőle, hogy még az elmélet elméletének az árnyéka sem férhet ehhez, csak egy picit jussunk közelebb ahhoz, hogy mint sapiens, sapiens, tehát így elneveztük magunkat. Érted? A bölcsek bölcse. Ez a veszély még nem áll fönn, hogy mindannyian úgy megszabaduljunk te, hogy ne is tudjunk mit kezdeni vele. De hogy Jó. akkor nem, nem lenne semmi gyakorlatilag, nem? Akkor csak üresség lenne, semmi nem történne, az nem... Ez már az elmédnek a teljesen, azt mondom, használvehetetlen működése, mert nem tapasztalható semmi belőle. Semmi. Hát olyan messze vagyunk ettől, ahogy azt az előbb mondtam, ha csak egy picikét fennállna az, hogy megszabadulunk, akkor majd hogy elkezdjük kapizsgálni, hogy ténylegesen milyen az. Először érjünk be a célba. Jó? Köszönöm. A... Nincs mit. <laughs> a másik kérdésem az pedig az lenne, hogy uh, igazából nem tudom, hogy a, én a nagy kérdéssel uh, gyakorlok, uh, a mihez kérdéssel meditálok, viszont nem tudom, hogy ezt uh, jól csinálom-e, vagy megfelelően csinálom-e. Biztos, mert... hogy jó. Ha tudnád, az lenne katasztrófa. Tehát megvan a kérdés, és nem tudod, hogy jól csinálod-e, vagy sem. Maradjunk így. Tehát hogy nekem nem, nem jönnek válaszok, amiket mondjuk el tudnék engedni. Még csak... jobb. Még jobb. Így jó. Nem mondtam, hogy jó. Maradjunk annyiban, hogy nem tudod, hogy jó-e vagy sem, de a kérdés az megvan. Maradjunk meg ebben az állapotban, jó? Köszönöm. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Kicsit félveteszem fel ezt a kérdést, hogy a tisztulást az hogy tudja az ember gyorsítani, mert az leburulán... ég ne gyorsítsa, csak viselje el. Természetes üteme van annak, ahogy a karmát dobod le magadról, ez az azonosulás megszűnésének a folyamata, és csak felismerésünk mértékében tudjuk ezt megcsinálni. Hallhattad a kígyós hasonlatot, a kígyó természetesen vedlik, de hogyha ezt valaki meg akarja gyorsítani, akkor a kígyó panaszkodik, hogy őt ne nyúzza senki. Igen, köszönöm. Szóval az én kérdésem, az a, ez a, sokat beszéltünk ma is a szenvedésről, és itt a ember nagyon sokat van szó erről a szenvedésről. De a szeretetről, és hát látod? Ja, azt, azt szeretném, igen, hogy ugye. hogy most volt szó arról, hogy hogyan lehet megszabadulni a szenvedéstől, hogy ugye meg kell találni az okát, nem először a tényét, a tényét, aztán az okát és az útját. És hogy mi lenne akkor, hogyha ugye azt szoktuk mondani, hogy a világegyetem az nem más, mint amit a tudatunkon keresztül látunk, vagy tapasztalunk, élünk meg. És mi lenne akkor, hogyha a boldogságra koncentrálnánk, és azt mondanánk, hogy állapítsuk meg a boldogságnak a tényét, és keressük az oda vezető utat? Miért mindig a szenvedés körül forgunk? Milyen lenne az, hogyha valaki neked megmondaná, hogy mit vásárolj egy ruhaboltban? Hát lehet, hogy elfogadnám, lehet, hogy nem. Ezt most Ugye lehet, hogy nem. Lehet, hogy nem. Tehát, hogyha nem pontosan olyan kifinomult az ízlése, mint neked, hanem valami borzasztó paraméterrendszer szerint egy teljesen más bevásárlóközpont, teljesen más ruhaboltjában, teljesen más anyagból, teljesen más fazonú ruhát akarna rád erőszakolni, akkor azzal te először enyhén nem értenél egyet, utána meg vastagon nem értenél egyet, és utána igyekeznél az illetőtől megszabadulni. Így van? Igen. Na Ezért nem mondjuk meg, hogy mi a boldogság. De akkor miért beszélünk ilyen sokat a szenvedésről? Azért, azt mert hogyha meg? elhárítjuk az akadályt, akkor az emberek maguk megtalálják a boldogságot. Hát hogyha nem mondom meg, hogy te milyen bevásárló központba menj, hanem csak elhárítom az akadályt, hogy te oda menj, ahova akarsz, akkor te azt megtalálod saját magad. Csak én most azt tapasztalom így a világban, hogy körülnézek, hogy nem látok a szenvedéstől, tehát nem látunk a szenvedéstől. Tehát, hogy az történik, hogy azt szoktad ugye mondani, hogy mi emberek szenvedés kerülés, és keresők vagyunk. És én pont az ellenkező tapasztalom, hogy a szenvedést keressük, és a boldogságot nagy ívbe elkerüljük. Ha megkérdezed az így látott embereket, ők nem így fognak nyilatkozni. Hát csak ők szenvednek. Szilárdan megvannak arról győződve, hogy ők a boldogságot keresik, de nem értik, hogy miért tapasztalnak közben szenvedést. Igen. De miért ragaszkodunk ennyire ehhez? szerintem maradjunk a te problémádnál. Azt könnyebben megoldjuk. Az én problémám az az. az én problémám az az, hogy, hogy tudom, hogy az ember általában akkor megy ugye orvoshoz, Megint hogyha... általában, megint ember, most rólad van Jó, szó. én, hogyha, de én pont nem. Tehát, hogy általában, hogy á, csak azért, hogy általánosságban, mert hogy én azt érzem, hogy ilyen kakuktojás vagyok. Pont nem ember, hanem kakuk. Igen. Okay. Hogy, hogy ugye Általában akkor megyünk orvoshoz, ha betegek vagyunk. Akkor kezdünk el a belső irányba figyelni, hogyha problémánk van, fájdalmunk van. És mondjuk én az erre pont úgy találtam, hogy kerek a világom. És annyit hallom itt a szenvedést, hogy én tényleg van egy kicsi gát bennem, hogy így félek belengedni magam, hogy most akkor nekem is majd szenved, nem kell. Nem, te másokéval akkor tudsz foglalkozni. Ha saját nincs, akkor, hát akkor jó helyre jött el. Jó, akkor jó. Tehát, hogy lehet boldogan is megvilágosodni? Sőt, csak boldogan lehet megvilágosodni, addigra a boldogtalanságot magad mögött hagytad. Nagyon jó. Ez egy jó hír. Köszönöm Bizony szépen. Bizony az. Nagyon szívesen. Köszönöm. De megígéred, hogyha szenvedsz, akkor szólsz. Első leszel, ígérem. Nagyon, És nagyon köszönöm. És köszönöm a segítséget előre helyes. is. Megnyugodtam. Én is. Egyéb kérdés? én most másodszor vagyok itt a, vagyis hát legutóbbi táborban voltam, most egy elvonuláson, és mind a két alkalommal nagyon hasonló érzéseim voltak, és nagyon nagyon váltakozó. Szóval egyik pillanatban ilyen barátságos, biztonságos, megtartó helynek látom ezt a helyet, másik pillanatban pedig ilyen zord, rideg, személytelen, és egy azt nem tudom, hogy ez így rendjén van-e, illetve amikor ez az utóbbi van, azt nem igazán tudom így kezelni. Akkor inkább így azt és így nem tudom, erre szeretnék valamilyen magyarázatot kapni, illetve hogy miért szükséges ez a nagy szigor, vagy csak én látom úgy, hogy nagy szigor van, és <laughs> igen, igazából. Szerintem tudod, hogy mit szeretnék kérdezni, biztos. Nincs a homlokomra írva? Hát, ha csak oda lenne írva. Gyakorolj, ted félre azt, hogy mit szeretsz és mit nem szeretsz. Minden nap ez a templomépület titeket, minket vár. Bejövünk, gyakorlunk, és kész. Az, hogy te közben szereted vagy nem szereted, ez egy gyermeki élmény. Ahogy nősz fölfelé, egyre kevesebbet számít. Én örülök, hogy ez a polaritás megvan a tapasztalatodban. Valamelyik része csak visszahoz ide. Hát azt nem tudom, hogy mi egyébként. Én sem, és maradjunk is ennyiben. Vannak olyan mazohisták, akik a szigor miatt jönnek ide-vissza. Aztán van olyan, aki azt mondja, hogy végre itt rend van az tetszik, hogy rend van, csak sokszor... sokszor, lehetnétek kedvesebbek így a... Ennél? néz körül, mindenki kacag és mosolyog. Mármint a tanítók. Kizár dolog. Ugyanis akkor azt várnád, hogy mint a kölyök kutya gazda, ugye, hogy állandóan simogasson téged valaki és szeretgessen, és akkor taníthatatlanná válnál. Úgyhogy mindennek megvan a maga ideje. Köszönöm. Szívesen. Meditálásnál nem tudom ellazítani a testem, mindig azt érzem, hogy feszült, és eltartom az ujjaimat, a vállamat is így felhúzom. Tehát, hogy ez hátráltat-e a fejlődésben? Hátráltat, mert felesleges izomtónus, felesleges begörcsölés van ebben. Darma tanítóink azért vannak, hogy segítsenek, megkérdezed, Ádámot, hogy kilégyen az, aki téged itt instruál, és meg fogod kapni a helyes testtartásra vonatkozó instrukciókat. Jó? Köszönöm. Szívesen. Én azt szeretném kérdezni, hogy szerinted szerelem nélkül lehet-e teljes életet élni? Lehet valamilyen életet élni. Szerintem neked már megvan ez a tapasztalás, hogy milyen szerelemmel és szerelem nélkül. Te melyiket szeretnéd? szerelemmel. Mm -hmm. Meddig tartson? Hét életen át, mondjuk. És a nyolcadikban a vége? Vagy hogy? Okay. Meddig tartson? Örökké. Hát végül is örökké ez Örökké? Életé... Megvan a probléma. Mi tart örökké? A fenébe. Ilyen gyorsan ne ad fel. Mi tart örökké? Jó, akkor a halálomig tartson. A... Utána ne Hát ne. a, lezárja a bardó a kaput, és ott már egy darab szerelem sincs. Hát úgy... utána majd más, más valaki. Jön be. egy másik. Ez így nem tervezhető életpálya. Most gondold el, valaki beléd szeret, és te is ő belé azt mondod, hát csak holtodiglan, holtomiglan, ne gyere utánam. Én sem megyek utánad. Elhagyod a testedet, már nem vagyok rád kíváncsi. Jó, de végül is te is ő, egy csomó ideig gondolom éltél szerelem nélkül, hogy, és mégis mennyit fejlődtél. Hát. Én... Kérdeztél volna magzatkoromban. És akkor nem tudom, mondjuk egy tíz évig mondjuk nem lennék szerelmes, és akkor utána viszont a tökéleteset találnám meg. De mitől tökéletes? hogy kimunkálom magamat. Az elvonási tünetek önmagukban még nem jelentenek semmit. Arra próbálok rávezetni, hogy minden egyes karma, amit te fönn akarsz tartani, energiabefektetést kíván. És hogyha megfelelően teszed be az energiát, akkor megszűnik az, hogy hány életen keresztül van. Mert csak ebben a pillanatban legyen. És ez bőven elég. A múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. Az, hogy ki mennyit fejlődik, az azon múlik, hogy mennyit mer látni. Az, hogy valaki fölmegy a hegyre és meditál, az önmagában nem garancia semmire. Az, hogy valaki a mindennapi életét éli, mint jó honpolgár, az se garancia semmilyen szellemi fejlődésre. Tehát a tisztánlátás, ahogy hallottad a bevezetőben, az előfeltétele annak, hogy te mondjuk valamikor alkalmasabb ember légy egy párkapcsolatra. És ezt te nem fogod magad így kicsit kimérni, hogy most mekkora a kis piramisom, hanem majd a párod, majd ő visszajelez. Úgyhogy érdemes tisztán látni, érdemes az egófalát lebontani, hogy ez milyen eredménye jár, azt te mindaddig nem tudod, ameddig az a nagy szicíliai villámcsapás meg nem történik, és ha megvan, akkor utána már kell kezdeni vele valamit, ami messze nem csak rólad szól. Abban a pillanatban, hogy ezt énesítem, már elvesztettem belőle a felet, a másik felet elvesztettem. Ugyanúgy nem megjósolható, hogy itt mi lesz, mint az előző nirvanisztikus kérdésnél. Hát úgy tűnik, innen úgy tűnik, hogy a kölcsönös boldogság az azt a törvényt követi, hogy a kevesebb az több. Ez mit jelent pontosan? Gondoltam. Gondoltam, hogy ez most beakad. Tehát, hogy a kevesebb az több, mert addig, amíg te nem fókuszáltál egy emberre, mint a párkapcsolatod, addig többen is gondolkodhattál, mert ezek lehetőségek voltak. És akkor a sok-sok lehetőségből lett egy a nagyon konkrét valaki az életedben. Gondolkodhattál többféle életmódról, de az nem volt valóságos, mindaddig, amíg ő vele azt az életet el nem kezdted élni, amiben közösen hisztek. És az az egy, az több mint bármi egyéb, ami ott a horizonton lebegett. Sorolhatnám. Egy közösen megélt érzelem több, mint száz magányos gondolat. Jó. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Tehát a tartózkodjunk az elkötelezett kapcsolatok egyoldalú megtöréséről, az azt jelenti-e, hogy ne csaljuk meg a párunkat, vagy itt konkrétan a házasság egyik fél által történő megszakításáról, tehát hogy válni akar, arról van ez szó, melyik a kettő közül? Mindkettő. Aha. Az egy oldalún van a hangsúly. Tehát a megcsalást azt alapesetben nem szokták bejelenteni, van ahol, de ez nem enyhíti a történetet. Az egyoldalú oldalú például az, ami még kegyetlenebb, amikor együtt élnek x évig, csak egyszer csak szó nélkül egy, összepakol, elmegy és ír egy sms És kész. Ez is egy oldalú. Arra nem adja a másikat, hogy a szemébe nézzen, és azt mondja, hogy édesem, eddig édesem voltál, most már nagyon keserű vagy, és vége. És ezért van vége. Legalább ennyit adjon meg. De nem. Úgyhogy az egy oldalún van a hangsúly, és azt nem, tehát merjek a másik szemébe nézni és adjam meg nekem ezt a méltóságot, hogy akár válaszolhat is arra, amit mondok. Jó. Köszönöm. Szívesen. Összeszedtem minden bátorságomat, hogy boldogság témánál maradnék. Bápoldog Me -mesé is vagyok. Mesélnél arról, hogy hogy néz ki egy zenesküvő szoros formája? Gondolom szigorú, az esküvő. Szigorú, nagyjóan. Szigorú. Hát az mint egyébként a buddha természettel bíró aktivitásoknál, a saját öntevékeny döntésed, amely a másikhoz köt. Ez a fontos. Tehát nincs az, hogy egy harmadik fél összeköti a pár kezét így jószorosan, és rájuk mond ilyen szentenciákat. Mi a fogadalmakat egymásnak mindenki előtt mondjuk ki, és azt hiszem, hogy az a fajta teljes önállóság és teljes elkötelezettség egyszerre van jelent amire szerintem úgy mindegyikünknek szüksége lenne, de hát ezt mindenki döntse el maga. Én nagyon sok ilyen esküvőt celebráltam, csak pont ezt nem tudom, mert egyszerre két minőségben nem tudok jelen lenni. Ez izgalmasabb lesz. Nem tudom, melyik lesz az izgalmasabb, hallott, de egy biztos, amikor korábban én voltam a mester, akkor mindig azt éreztem, hogy ha valaha házasodnék, akkor csak ezen szertartás szerint tenném ezt. Még olyat nem láttam, hogy a mennyasszony és a vőlegény leborul egymás előtt. Máshol nincs. Leborul a butha előtt, a tanító előtt, köszönti a szülőket, és egymás előtt is. Tehát ez mutatja azt, hogy mondjuk egy tartós szeretet kapcsolathoz Olyasféle kompromisszumok kellenek, és olyasféle őszintesség és tisztaság, amely folyamatos munkát igényel, és nehogy azt hit, bármikor is, itt beértél a nagybetűsbe. Hogyha egy megnevezhetetlen csendes boldogság egy-egy este úgy elkap mindkettőtöket, akkor az nagyon jó, és a következő reggel megint munka van. És megint ki kell lépni az életbe, egymást támogatni, segíteni. És az a tervünk, hogy megújítjuk a fogadalmakat évente, évfordulóra, azért, hogy soha, de soha ne felejtjük el azt, ahol a megnevezhetetlenből, a feltétel nélküliből lett egy feltételhez kötött, a nélkül, hogy az eredeti természetét elvesztette volna. Mert itt van a nagy mágia, hogy te hogyan tudsz egy feltételtől teljesen mentes, megmagyarázhatatlan pillanatot, ahol a két lélek egymásra talált, betenni úgy az időbe, a térbe, a karmába, az eseményekbe, az érzékszervilétbe, hogy az ne sérüljön. És az igénybevétel közben ne egymáson verjük le a különböző frusztrációinkat, mert hát aki tartósan párkapcsolatban én felnevelt egy-két gyereket, az tudja, ez milyen iszonyatosan nehéz. A legközelebbi projekciós felület a szeretet személy. Borzasztó, miket tudunk az intimitás jegyében elkövetni egymással, és nem kéne. Nem kéne. Vissza kéne térni az eredeti pontra, arra a pontra, amikor még a másik ember nem volt senki más, csak a szerelem maga, annak a megtestesülés, és még más réteg nem volt. Úgyhogy ezeket érdemes újítani, ezeket a gyönyörű pillanatokat, ezeknek megvan a rendje, a szertartás rend is ilyen. A szertartás kemény és szigorú, mint a kagylóhéj, de van benne egy gyöngy, és hogyha a kajlóhé nem lenne, és ez a megnevezhetetlen színű kagylóhús nem lenne, akkor abból a kis homokszemből nem fejlesztett volna gyöngyöt sok-sok év alatt. Úgyhogy ezért van erre szükség. A szertartás egyben beavatás és kapu is. Átmész, és valójában nem tudsz rajta visszajönni. Egy másik kapunk kimehetsz, de visszajönni rajta nem fogsz. És ez így jó. És én azt találom nagyon fontosnak, hogy minden nap az ember feltétel nélkül gyakorolja azt, amitől az átmenet lehetségesé válik, és a kötés tiszta és tartós marad. Ezt kívülről nem mondhatja meg neked senki, csak látod, hogy a kedvesnek milyen minőségeket adsz nap, mint nap. Csak azt akarod adni? Azt a magadat akarod adni? Hogy esetleg csiszolunk még rajta, kicsit pucolunk még rajta. És akármit csinálsz, tökéletes kapcsolat nincs. Javítható van, de tökéletes az nincs. És innentől kezdve, ha a másik boldogsága fontosabb, mint a tied, akkor ez a helyes éntelenedés, és ez csak úgy működik, hogy előbb-utóbb a másik is rájön, hogy ugyanígy kéne visszacsatolni neki is. Úgyhogy a kapcsolatnak ez a kettős DNS spirálja, ami szépen a jövőbe viszi a szellemi és biológiai örökítőanyagot. Hát elsősorban nem Fizikai szaporulatot hozunk létre, azt is. De valójában egy tudatformát örökítünk át a következő generációra. Legyen az szellemi átmenet, vagy szellemi és fizikai. És én kívánom azt, hogy mindenki találja meg egyrészt az útját, a párját, ha pedig megtalálta, akkor tartsa meg jó egészségben és jó minőségben. Ehhez a gyakorlat, az az út, amit járunk, alkalmas és valamilyen formában elengedhetetlen, akármilyen stílust válasz, akármilyen szellemirányzatot. Mert alapvetően minőségorientált lények vagyunk. Valamilyen minőséget nem hozunk ki magunkból, akkor az elégtelen lesz, elégtelenek leszünk, megméretünk és könnyűnek találtatunk. És ez nem jó. Remélem, hogy még nagyon sokszor találkozunk itt a darmateremben, akár szertartásos, akár hétköznapi gyakorlaton. Elérjük a felébredést, akármilyen utat is kell bejárni ehhez, és megszabadítunk mindennét a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet.